Olyan témákról lesz szó, amelyek közvetlen befolyásolják ágazatunkat az elkövetkezendő időszakban. Tájékoztatást adunk a közös agrárpolitika aktualitásairól, valamint a KAP stratégiai terv keretében megjelenő pályázati felhívásokról is. Még csak 3 hónap telt el az évből, de már látjuk, hogy bőven lesz dolgunk az idén is. Az év elejei időjárás szakmai kihívások elé állít minket, hiszen a korábbi évhez képest mintegy 2 héttel korábban tart a természet. A hőmérséklet csúcsokat dönt meg, és nem tudjuk, hogy milyen időjárás várható a későbbiekben. Ez a hónap is feladatokkal teli lesz a gazdálkodók számára, hiszen az egységes kérelmek benyújtásának időszaka is elkezdődik hamarosan. A jövő héten április 10-től június 10-ig lesz lehetőség az egységes kérelmeiket beadni, melyen keresztül több mint 50 jogcímre lehet pályázni. Jó hír, hogy idén szankciómentesen 2 hónap áll rendelkezésünkre, szóval keressék bátran falugazdászainkat, akik szakmailag felkészülten várják önöket a kérelmek beadására. Úgy gondolom, hogy az idei évben is lesz bőven kihívás az agrárium területén, ezért az a kérésem, hogy az idei évben is forduljanak bizalommal a kamara munkatársaihoz, mi mindent megteszünk azért, hogy a lehetőségekhez mérten segítsünk önöknek. Voltak olyan változások, amelyek azért nem értek bennünket meglepetésként, míg a közös agrárpolitika reformja az ilyen volt, az 7 éves ciklusban azért megújul, tehát erre azért illet készülni, és azt gondolom, hogy erre kellőképpen fel is készültünk, és azt gondolom, hogy a vizsga feladatot az egységes kérelmek benyújtását a tavalyi évben azért sikerrel vettük, 164 ezer kérelem lett benyújtva a tavalyi esztendőben, és ennek a szokásoknak megfelelően a kétharmadát a falugazdász kollégák segítségével nyújtottuk be, akiknek köszönöm, hogy ebben az emberpróbáló feladatban helytálltak, hisz azért, mert ez rutinszerűnek tűnően megment, azért emögött sok munka volt, és sok mindenhez kellett alkalmazkodni. Nagyon sok kérdést kaptak a gazdálkodók, és nem csak azoktól, akiknek rendszeresen mi nyújtjuk be az egységes kérelmét, hanem olyan gazdálkodóktól is, akik jellemzően más megoldást használnak az egységes kérelem beadásánál, de a falugazdászokat felhívták, hogy jól értik-e, akkor hány pontot ér az AÖB-be ez a vállalás, hogy akkor ez vajon tényleg így működik-e, mit érdemes választani, többiek miben gondolkodnak. Tehát nagyon sok ilyen tisztázó kérdés azért bizony-bizony nagyon sok időt elvett, és ez a bürokratikus nehézség, ez bizony rányomta a lényegét a tavalyi esztendőre. De aztán ugye nyáron jött a következő kihívás, hogy itt a TMR végzések világába is belekóstolhattunk, ami azért néhány gazdálkodónak okozott kellemetlenséget, és a saját kollégáinknak is. Ugye meg kell tanulni a mobil gazdával fényképezni, feltölteni, amit kiderült, nem minden telefon tud megcsinálni. Kiderült, hogy a műhold az nem feltétlenül tudja megkülönböztetni a szőlőt a kaszálótól, mert hogy felülről az nem egyértelműen látszik bizonyos felbontás esetében. Meg hát voltak azért elég bagatell hülyeségek is, még augusztusban buzát keresni a területen azért nem egy szakmailag indokolt kívánság. De én azt gondolom, hogy ezek gyerekbetegségek, és inkább csak megmosolyogjuk őket, mint sem, hogy ez akkor kezelhetetlen nehézséget okozott volna, de reméljük az idei esztendőben már ez sem lesz. A stratégiai tervről esett szó, ugye a 7 éves ritmusban az ígéret az megérkezik, hogy egyre gazdabarátabb közös agrárpolitikát fognak csinálni, és mindig a bürokrácia csökkentésre készülnek. Na most ez már ott sejthető volt, hogy nem fog sikerülni nekik, amikor azt mondták, hogy a stratégiai tervet, ugye a változásnak az egyik fontos jellemzője az volt, hogy most minden országban stratégiai tervet kell készíteni. És nem csak, tehát az egészre, tehát az egyes és a kettes pillére egyaránt, így egyben. És az volt a mondásuk, hogy egy 60-80 oldalas dokumentumot várnak az országoktól. Na, a vége az lett, hogy a tartalomjegyzékre tenni, ugyanis 1500 oldalba sikerült leírni, ami a brüsszeliek számára is elfogadható lett végül. Úgyhogy hát körülbelül azt láttuk, hogy ez a bürokrácia csökkentés, ez körülbelül ezzel lesz paralel. És hát valószínűleg nem is tévedtünk nagyon, mert valóban azért voltak komoly
ügyintézés szempontjából kihívást jelentő feladatok. Ugye itt, ha arra gondolunk, hogy az AÖP keretében a gazdálkodóknak mindenkinek saját döntést kellett hoznia, ez már önmagában egy komoly terhelés volt a rendszeren. De akárhogy is, ha nagyobb terhelés, ha nem, nekünk az a feladatunk, hogy kiszolgáljuk a tagjainkat, önöket, ezért arra az elterjedés jutottunk, egyrészt a tavalyi tapasztalatokból kiindulva, illetve abból, hogy az idei évben lesznek olyan feladatok, amik tavaly még nem voltak, de tudva levő volt, hogy idén már foglalkozni kell velük, hogy bővítjük a falugazdász létszámot, és most már több mint 700 falugazdász áll rendelkezésre, mindegy 170 főt tudtunk felvenni. Ez a 170 ember egyébként hál' Istennek egy mély merítésből került kiválasztásra, hiszen a 170 státuszra több mint 1500 ember jelentkezett, ami számomra megnyugvás, mert az azt jelenti, hogy volt miből választani, és így az a reménységünk, hogy önök felkészült szakmailag kellőképpen kipallírozott és elkötelezett falugazdászok állnak majd az önök rendelkezésére. Mind az új, mind a tapasztaltabb kollégákat felkészítettük. Természetesen a szokásos szakmai hátteret azt biztosítottuk, különböző vizsgákat kell tenniük a kollégáknak, meggyőződvén arról, hogy ők valóban elsajátították az idei évre vonatkozó fontos tudnivalókat, és kiküszöbölve azt a hibát, hogy a különböző felületeken működjenek a mobiltelefonok, ezért egy ilyen infrastrukturális fejlesztést is végrehajtottunk, és abban bízunk, hogy a kollégáknál levő eszközök azok képesek lesznek a rendszer által generált kihívásoknak megfelelni. Ugye aztán van olyan dolog, ami nem Brüsszel hibájából nem ment olyan jól, és azt mondom, hogy őszintén erről is kell beszélni, ez az idei év első néhány hetére, hónapjára esett, ez az elektronikus gazdálkodási napló körüli Herceg utca. Hát ez ezért egy idegpróbáló folyamat volt. Tehát rendszeresen hallottam a kollégáktól, hogy úgy nehéz dolgozni, hogy belőzítem az adatot, majd eltűnik, még egyszer belőzítem, akkor már kettő van, az egyiket kitörlöm, hopp, most már egy sincs. Tehát ez így vicces így elmondani, de nyilván napi szinten ezzel foglalkozni az azért az már egy idő után valószínűleg nem csal mosolyt az ember arcára. És hát ugye pakolva lett a rendszer, amíg aztán ki nem terült, hogy a ló az döglött, tehát ugye akkor ezt a patkolást, ezt jobb volt abba hagyni, és arra az elhatározásra jutott a tárca, hogy az elektronikus naplót azt, hogy elengedjük, és akkor ezzel a továbbiakban nem kellene foglalkozni. Igen ám, viszont az előbb emlegetett 1500 oldalas stratégiai tervben le van írva, hogy az AÖP-s kifizetéseknek ez feltétele. Tehát a gazdálkodói oldalról, meg gondolom a többség nem maga töltögette ezt az EGN-t, a gazdálkodói oldalról azért volt ez érdekes, hogy azért az AÖP-s pénzekre a többség legalábbis én egész biztosan gazdálkodóként igényt tartok, tehát valahogy azért csak meg kellene oldani azt, hogy ezek a pénzek megérkezzenek. És akkor az a megoldás született, hogy akkor Népik feladatul kapta, hogy akinek ez a gazdálkodási napló nincs megnyitva, vagy nem sikerült feltölteni vele bármit is, akkor kérdezze meg az érintettet, hogy ugye szeretett volna adatokat feltölteni. Na most nagyon remélem, hogy nem volt olyan, aki erre azt válaszolta volna, hogy nem szerettem volna, mert az ugye komoly problémákat fog okozni a teljesíthetőség oldaláról, de bízunk benne, hogy a gazdálkodók mindegyikre azt válaszolta, hogy igen, akkor még esetleg a Népik feltett egy-két tisztázó kérdés, de ez úgy néz ki, hogy lehetővé teszi, hogy az AÖP-ös források kifizetésre kerüljenek, sőt, már hallottam olyan, aki kapott is, de a terv az, hogy április hónapban, tehát ebben a hónapban az AÖP-ös nekünk járó forrásoknak a 60-75%-a az megérkezik a gazdálkodók számlájára. Ez mindenképpen jó hír, de jegyjen meg, aki egyébként még most is kap a Népiktől levelet. Még most is vannak olyan kérdések, amiket feltesznek. Például olyan, hogy a permetezési napló meg lett nyitva, de nem töltöttünk fel vele semmit, hogy ez miért van. Ez egyébként nyilván, hogyha valaki ezt elfelejtette, akkor azt pótolni kell, de nagyon sok esetben mondjuk ez azért nincs benne feltöltve semmi, mert egy webterületet nem permeteztünk semmivel, tehát nyilván akkor ezt a választ meg kell adni, hogy a Népik megnyugtatva le tudja zárni ezt a folyamatot.
A múltról talán ennyit. És engedjék meg, hogy egy olyan kérdést, egy olyan témát is idehozzak, ami azért némi kommunikációs hullámot vetett az elmúlt időszakban, ez pedig a Vatkárnak a kérdése. És azért kezdtünk ezzel foglalkozni, mert a gazdálkodóinktól, tagjainktól kaptunk a jelzést, hogy ezzel kapcsolatban nekik vannak problémáik. Én azt vélemezem, hogy nem az Örök megyé a legfrekventáltabb megye e tekintetben, de biztos vagyok benne, hogy itt is vannak olyan lokális problémák, amiket adott esetben illene kezelni. Én amiben hiszek az, hogy a kultúrált hangnemben alapuló együttműködés és a normális hangnem az, ami eredményre vezet. Mind a vadászatra jogosultak, mind az agrár, illetve erdőgazdálkodók részéről normális hangnemben kell tudni egymással szót váltani, mert a vadkár megelőzése ebben az esetben tud jól működni. Persze mindenki a saját szavaiért felelős, tehát azért tud felelősséget vállalni, de én úgy gondolom, hogy a saját feladatainkat el kell végezni, és a gazdálkodóktól is ezt kérem, hogy nem csak a kommunikációban, hanem a jogszabályból fakadó kötelezettségeinek is tegyenek eleget. A falugazdász kollégák kaptak egy felkészítést a tekintetben, hogy a vadkár szempontjából milyen feladatai és milyen lehetőségei vannak a gazdálkodóknak. Ebből is vizsgázni kell, tehát önök egész nyugodtan forduljanak kérdéssel a falugazdász kollégákhoz, hogyha vadkár problémával szembesülnek. Ugye a vadkár kérdés alapvetően az én megnézésem szerint oda vezethető vissza, hogy az elmúlt időszakban az országban a nagyvadállomány nem homogén formában, de lokálisan bizony-bizony rendkívül magas szintre emelkedett, nem egy esetben olyan mértékűre, ami már szinte kizárja a békés egymásfölött élésnek a lehetőségét is. Tehát ha megnézzük, hogy az elmúlt másfél évtizedben megduplázódott a nagyvadállomány Magyarországon, akkor ez egy nagyon sokat mondó adat. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy kétszer annyi nagyvad, kétszer annyi vadkárt okoz, de valamiféle korrelációt én azért feltételezek a két szám között. És ha megnézzük, hogy a 60-as, 70-es évekhez képest a terítékadatok a 17-szeresére növekedtek napjainkra, akkor én úgy vélem, hogy ezzel a témával illik foglalkozni. És azért is illik ezzel foglalkozni, mert azok az adatok, amik rendelkezésünkre állnak, azok napnál világosabbak, hogy nem helyesek, nem pontosak. Ugye a terítékadatok azok azt gondolom még az objektívhez közel álló adatok közé tartoznak, de az állomány becslési adatokkal azért azokkal komoly probléma van. Ugye azok a számok, amikkel mi kalkuláltunk, azok Csányi professzor úrtól származnak, ugye ő vezeti azokat a statisztikai táblákat, amelyeket elméletileg a vadgazdálkodás előállít, és bizony ugye a vadászatra jogosultak minden évben leadják azt a becsült létszámot, ami az ő területükön az egyes vadfajokból megtalálható. Na most, ha azt nézzük, hogy ezek az adatok mennyire hitelesek, akkor egy egyszerű számítást hadd hozzak ide. Ugye az körülbelül lehet sejteni, hogy mondjuk egy vímszarvasnak milyen szaporodás biológiai jellemzői vannak, és azt is tudjuk, hogy mik a kilövési adatok, és ha feltételezzük, hogy a 10 évvel ezelőtti állomány adatok azok valósak voltak, akkor szeretném jelenteni, hogy a gímszarvas az néhány évvel ezelőtt kihalt Magyarországon. Tehát, hogy ennyit az adatok komolyságáról. Tehát nyilvánvaló ez itt nem működik. Én magam is vadászom, látok néhány vadásztárságot belülről, én is tudom, hogy működik, ha akarunk nyomni 10 bikát, akkor azt kell mondani a hatóságnak, hogy ennyi szarvasunk van, és akkor kapunk 10 bikát. Ez így működik, ennek nem így kellene működni, és egyébként azt is megértem, hogy senki nem akar igazat mondani, mert a hatóság azt fogja gondolni, hogy ugyanúgy blöfföl, mint a többi, és akkor kap egy betarthatatlan kilövési számot. Lényeg a lényeg, ez így nincsen rendjén, és több esetben a gazdálkodók abbéli panaszokat fogalmazták meg, hogy nem szívesen konfrontálódnak. Nem szívesen konfrontálódnak, mert nem egy esetben úgy gondolják, hogy nem éri meg, hogy mondjuk a felesége főnökével, egy országgyűlési képviselővel, az integrátorral, aki megveszi a terményemet, az iskolaigazgatóval, ahol a gyerekem jár,
vagy a térség legnagyobb vállalkozójával nem szívesen feszül szembe, mert nem kell különösebben ezt magyarázni, és abban kérték a segítséget, hogy ebben valamit találjunk közösen, mert bizony az a vadkár, ami mondjuk 3 évvel ezelőtt még mondjuk úgy, hogy tolerálható volt, az 2-3 nehéz gazdasági év után már nem biztos, hogy belefér. És ezért arra az elterveztetésre jutottunk, hogy ebben megpróbálunk a tagjaink segítségére állni, rendelkezésére állni, és egyébként mi onnan indulunk, hogy szakmai segítséget nyújtunk, jogi segítséget nyújtunk. Azt látjuk, hogy a gazdálkodók által elvesztett perek jelentős része abból fakad, hogy valamilyen eljárási hibát követel, vagy nem teljesítette azokat a kötelezettségeit, amit egyébként a jogszabály ráró. Ezért mi ebben segíteni szeretnénk, a falugazdászok, ahogy említettem, állnak rendelkezésre, és azt is szeretném leszögezni, hogy mi csak annak a gazdálkodónak tudunk segíteni, és annak is akarunk segíteni, aki betartja a szabályokat. Tehát aki odaveti a kukoricát az erdő szélére, az azon túl, hogy nem tartja be a szabályokat, mert ott 5 métert el kell hagyni, mi sem fogunk rendelkezésére állni. Nagyon szívesen nem mondjuk neki, hogy miben hibázott, és mit kell neki tenni ahhoz, hogyha a jövőre szeretne ilyen segítséget igénybe venni, mit kell tennie, de addig nem tudunk rendelkezésére állni. Abban az esetben, hogyha is elmondjuk, hogy kell bejelenteni a vadkárt, milyen feladata van, kihez kell fordulni, mennyi idő áll a rendelkezésre, tehát itt egyfajta jogi hónalányulás az, amiről most beszélek, és hogyha eljutunk odáig, hogy megállapította valamilyen szakértő, hogy itt mennyi a vadkár, és nem tudnak még itt sem megegyezni a vadászatra jogosult, illetve a gazdálkodó, akkor úgy beszéltük meg a vadászkamarával, hogy egy békéltető testülettel igyekszünk egy ilyen mediátori feladatot ellátni, hát ha mégis sikerül megállapodásra jutni, de amennyiben nem, akkor értelemszerűen a bírósági szakasz következik, és abban az esetben, hogyha a gazdálkodó, mert ő fut a pénze után, tehát őt érte a kár, tehát ő szeretne pénzhez jutni, akkor mi igyekszünk akár faktorálással, akár követeléskezeléssel olyan pénzügyi segítséget nyújtani, amivel nem a teljes kár egészét, de annak egy bizonyos részét odaadni, hogy mondjuk a gazdálkodási tevékenység azért folytatódhassék. Egyébként sok kritikát kaptunk ezzel az elképzelésünkkel kapcsolatban. Nem egy esetben azt vágták a fejemhez, hogy miért kellett ebben nekünk beleavatkozni. Egy tízegységnyi vadkár esetén, ugye 9 jár a gazdálkodóknak, mert ugye egy egység 10% az az önfenntartási érték, tehát az, hogy a gazda hozzájárul az állatállomány, a vadállomány fenntartásához, hisz a vadnak is valahol létezni kell, az a természet része. De ott az a 9 egységből az volt a mondás, hogy a gazdának adtunk 5-6 egységet, és mindenki boldog volt, miért kell ezt a rendszert bolygatni. Én erre azt mondtam, hogy én nem tudom elképzelni, hogy valaki attól boldog, hogyha tízegységnyi kár éri, hogy kap belőle 5-öt, ha neki egyébként 9 járna. A boldogság definíciója az én fejemben valahogy máshogy néz ki. És igenis, ha egyszer a tízegységből 9 jár neki, akkor tessék kifizetni neki a 9-et. A gazda dönthet úgy, hogy lemond egy bizonyos részéről, mert mondjuk vadászít, és neki úgy gondolja, hogy ez egy fontos cél, hogy a vadásztársasága jól működjön, de ez legyen az ő döntése, és ne egy kényszerből szülessen ez az elhatározás. Tehát így néz ki ez a történet, és még egyszer az az árnál, amivel kezdtem, a gazdálkodóknak nem csak jogai, hanem kötelezettségei is vannak. Én mindenkit kérek, hogy maga lehetőségei szerint próbáljon megfelelni ezeknek a feltételeknek, mert akkor tudunk rendelkezésre állni, hogyha jogi személyen járnak el a gazdálkodók. Ennyit a vadkár kérdésről. A másik kérdés az kevésbé szórakoztató, de azt is fegyverrel tűzik, ez pedig a háború és annak a következményei, amik ránk nehezednek. Nyilván örülünk neki, hogy nincs háború, és nagyon sajnálunk minden áldozatot, legyen az akár anyagi, természeti, vagy ne adj Isten emberéletben hozott, de mi most foglalkozzunk azzal, ami ránk nehezedik. Ugye itt alapvetően felborultak a piacok, olyan helyzet alakult ki, amivel korábban senki nem számolt. És úgy véljük, és erre igyekszünk felkészíteni a tagságot is, hogy ha kitörne a béke egyik pillanatra a másikra, akkor sem arra számoljunk, hogy itt visszáll a háború előtti állapot, és onnan folytatjuk, ahol ott abba hagytuk. Nem ez fog történni. Úgy vélem, hogy nekünk változni kell, valamilyen formában reagálni kell azokra a változásokra, amelyek bekövetkeztek.
És itt bizony mindenkinek a saját gazdasága szintjén kellene megtalálni azt, hogy mi az ő helyes válasza. Ez lehet akár a gazdálkodói együttműködés, lehet a precíziós gazdálkodás, lehet a feldolgozottsági szint növelése, vagy ezeknek valamilyen kombinációja, vagy valamilyen speciális terméknek az előállítása, vagy bizonyos réspiacoknak a megtalálása, ahol ő értékesíteni tud. Ezt nem tudom, ezt mindenkinek a saját vállalkozás szintjén kell, hogy megteremtse. Itt van tehát velünk a változtatási kényszer, ugyanakkor annyi jó hírünk van, hogy a változtatási kényszer mellé a változtatási lehetőségét is kínálja a mostani helyzet, hisz a vidékfejlesztési programban az előző időszakhoz képest négyszer annyi forrással rendelkezésre, hogy fejleszünk és valamilyen hatékonysági növeléssel próbáljuk válaszolni a piaci kihívásokra. A forrásbővülésnek egyetlen egy oka van, nem azért kapunk több pénzt, mert Brüsszelből több érkezik, hanem azért, mert a kormány a 17,5%-os hazai társfinanszírozási mértéket 80%-ra emelte. Ebben nagyon sokat dolgoztunk, és azt gondolom, hogy ez egy nagy-nagy közös siker, hogy ennyi pénz áll rendelkezésre. Ugye ez azt jelenti, hogy minden 100 forintból 80 forint az a hazai büdzséből érkezik, és mindössze 20 forint az, ami a brüsszeli forrás. Tehát ez nem egy ilyen brüsszeli adomány, vagy kegyelem kenyér. Ez a pénz az azért áll ilyen mértékben rendelkezésre, mert a kormányzat nem csak a szavak szintjén elkötelezett a vidékfejlesztése mellett, hanem amikor döntéseket kell hozni, akár anyagi természeti döntéseket, akkor is tudja, hogy hol a szíve és hol az esze. Így áll összesen össze ez a 2900 milliárd forintnyi pénz, amiből ugye 600 milliárd az uniós és 2300 milliárd a hazai. És azt gondoljuk bele, hogy mondjuk Németországban elveszik a gazdálkodóktól a nekik korábban járt támogatásokat, hiszen itt a gázzal jövedéki adó visszatérítésnek a lehetőségét megvonják a német gazdáktól, és egyébként beszélgetve velük, ők teljesen meg vannak döbbenve, hogy a magyar kormány milyen pénzmennyiséget bocsát a gazdálkodók rendelkezésére, és ők azt mondják, hogy nem értik, hogy egy ő általuk eddig náluknál szegényebbnek gondolt ország ilyen mértékű támogatást tud nyújtani a gazdáinak, míg náluk egy gazdag költségvetéssel bíró ország meg megszorításokat kénytelen tenni a gazdákkal szemben. Úgyhogy nyilván itt végig kell gondolni azt is, hogy milyen elköteleződés kell ahhoz, hogy egyik, illetve másik döntés szülessen az országokban. A támogatás, én azt gondolom, hogy példaértékű, de annak is van jelentősége, hogy ezt a 2900 milliárd forintot mire költjük el. Ugye az előző kínás, az előző tervezési időszakban is az volt a tüvelykúj szabály, hogy ennek a pénznek, ami akkor rendelkezésre áll, illetve a mostainak is, több mint a felét gazdaság fejlesztésre költsük el. Tehát olyan beruházásokra, amivel hatékonyabbak vagyunk, amivel jobban feldolgozott termékekkel tudunk a piacra lépni, illetve amivel az egy hektáron elért eredményt tudjuk növelni. Ugye ez megvalósulhat állattartóterek korszerűsítésben, valamilyen feldolgozóipari, élelmiszeripari beruházás megvalósításában. Tehát valami olyasmi beruházás van, ami a jövő hatékonyságát, a jövő piaci lehetőségét bővíti a számunkra. Van ennek a 2900 milliárd forintnak, ugye ebből 1500-at költünk el, amiről az előbb beszéltem, a gazdaságfejlesztésre. Van egy része, ami az uniós elvárások szerint legalább egyharmad részben kell, hogy ide csoportosuljon. Ez azt jelenti, hogy nálunk nagyságrendek 1000 milliárd lesz elköltve, ez az úgynevezett zöld jövőt szolgáló intézkedés csoport. Na most ettől a gazdák többsége már összerezzen, hogy mi a bánatot akarnak tőlünk ennyi pénzből. Most én azt gondolom, hogy ebből a lehetőségekhez képest egész normális programot tudtunk kikerekíteni. Most nyilván ezt az 1000 milliárd forintot egy belvárosi sötétzöld civil szervezet pillanatok alatt el tudta volna dönteni, hogy milyen marhaságokra kell elkölteni, de én úgy vélem, hogy itt a lehetőségeket szinte kimaximalizáltuk, és ebből a programcsoportból tudunk erdészeti beruházásokat támogatni, illetve az ÖKO és az AKG program is ebből kerül kifizetésre, és mivel az AKG és az ÖKO is itt van, ezért egy nagyon nagy részét ennek a csoportnak ilyen jellegű pályázatokon tudjuk majd a gazdálkodóknak odaadni, aminek azt remélem, vagy azt hiszem, hogy gazdálkodói szempontból is van valami értelme, és nem csak a zöldek lesznek boldogabbak ettől.
A harmadik és egyben utolsó csoportja ennek a 2900 milliárd forintnak ez a megújuló vidékre szánt pénz, ez a teljes büdzsének a 10%-át jelöli, kb. 290 milliárd forintot. Itt ilyenekre kell gondolni, mind a települési beruházások, akár a külterületi utak fejlesztése, a LEADER program, tudásátadás, innováció, tehát ilyen jellegű programok. No, igyen össze ebből a három fajta csoportból, hogy milyen pályázatokat írunk ki. Az idei esztendőben 69 pályázat van tervezve, hogy annyi lesz kiírva, és hát nem titkoltan az egyik fontos szempont, hogy itt vagyunk, hogy ezekkel kapcsolatban némi támpontot, információt adjunk, azon pályázatok vonatkozásában is, amelyek még nincsenek kiírva, csak hogy körülbelül tudjuk, hogy mégis mikre számíthatunk. A korábban jól működő rendszereket azt gondolom sikerült egész jól átmenteni. Gondolok itt arra, hogy korábban is még egy állattartó terep korszerűsítésnél a kicsiknek és a nagyoknak nem egymással kellett versenyezni, hanem külön kiírás volt értékhatár szerint, és így volt lehetősége a kisebb gazdálkodóknak, illetve a nagyobb vállalkozásoknak is forráshoz jutni. Ez a mostani alkalommal is így lesz majd. Ugye az első kiírt pályázat az az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódott, itt folyamatosan jönnek a pályázatok. Ebben a hónapban úgy gondolom, hogy a beruházási típusú támogatásoknak is egy jelentős része ki lesz írva, a következő előadás, hogy ha mindig az erről fog szólni. Ami itt most fókuszba kerül, az élelmiszeripar, a kertészet, az állattartás, illetve a takarmányipar. A közeljövőben várható az ökológiai szempontból fontos földhasználatváltás. Erre szeretném felhívni a figyelmüket, mert én úgy vélem, hogy mostani piaci körülmények között a gyengébb termélyhelyi adottságú területek kapcsán érdemes elgondolkodni ezen a pályázaton, pláne úgy, hogy itt erre most nem csak megvalósítási, hanem fenntartási támogatást is igénybe lehet venni. Ez azt gondolom, hogy többeknek izgalmas lehet. A nyárra jön a generációváltáshoz kapcsolódó pályázatok, hiszen ebből kettő lesz. Lesz egy fiatal gazda pályázat, és ugye jön a nagy debütálás, a gazdaság átadási pályázat, ami kíváncsiak leszünk, hogy találkozik majd a gazdálkodó igényekkel, de reményeim szerint fogja tudni segíteni azt a folyamatot, ami egyébként nem nagyon odázható már el a magyar agrárgazdaságon belül. Összeérkeznek a vidékfejlesztési településfejlesztési pályázatok, és az év végén jön majd egy újabb beruházás típusú pályázati csomag. Itt a precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó fejlesztések, illetve a terménytárolás és a terményszárítás az, ami fókuszba fog majd kerülni. Ugye évvégén lejárnak az AKG-s pályázatok, már zajlik az egyeztetés, mert az a cél, hogy január 1-től induljon az újabb. Itt a korábbiaknak megfelelően nem 3-5 éves ciklusra kell számítani, legalábbis a mostani tervezetben ez néz ki. És ugye említettem, valóban van forrás az ilyen típusú pályázatokra, tehát aki nem követel nagy-nagy hibát, én azt gondolom, nem vállok nagy kockázatokra, azt mondom, hogy jó eséllyel be is tud kerülni az AKG-s körbe. A beruházási pályázatoknál annyi információt szeretnék mondani, hogy ezek két évente ismétlődni fognak. Tehát, hogyha valaki most egy kertészeti beruházással úgy van, hogy hát nem igazán aktuális, jó volna, de mondjuk az előző beruházásnak még a pénzügyi terheit nem sikerült rendezni, vagy egyéb más körülmény miatt nem aktuális neki, akkor úgy kell készülni, hogy a most kiírt beruházási pályázatok 26-ban és 28-ban is kiírásra kerülnek. Tehát nyugodtan lehet azzal kalkulálni, hogy ennek lesz egy két éves ritmusa, tehát lehet számolni azzal, hogy ezek a pályázatok, ha nem is szó szerint ugyanabban a formában, de tartalmukban ismétlődni fognak. A pályázati kiírásoknál általában a kiírást követő 60 nap után nyílik meg a beadásnak a lehetősége, tehát nem kell kapkodni, van lehetőség és idő megismerni a kiírási feltételeket. A komplexebb beruházásoknál ez inkább 90 nap lesz, mint 60, de lesz idő ezzel kapcsolatban tájékozódni, adott esetben minden információt begyűjteni. A támogatási intenzitása az alapesetben jól megszokott 50%-os mérték lesz.
Ez bizonyos esetekben emelkedhet, mondjuk egy fiatal gazda nyújt be, vagy egy gazdaság átadás kapcsán nyújtanak be pályázatot, akkor ott nem 50%, hanem plusz 15, vagyis 65% a támogatási intenzitás, tehát mindössze 35% lesz az önerő. 50%-ot meghaladó támogatási intenzitást lehet elérni abban az esetben, hogyha a gazdálkodói összefogásról beszélünk, vagy egy ökológiai gazdálkodó nyújt be pályázatot, akkor az plusz 10%-ot ér támogatási intenzitásban az 50%-on túl, tehát ott 60%-os támogatási intenzitással lehet kalkulálni. Az öntözési beruházásoknál lesz 70%-os, a nem terhelő beruházásoknál pedig lesz 80%-os támogatási intenzitás is, de ezek inkább a kivétel kategóriába tartoznak, mint az általános tudnivalók közé. A támogatási intenzitás bizonyos esetekben 50% fölé mehet akkor is, hogyha valaki nem tudja azokat a feltételeket teljesíteni, amiket az előbb említettem. Ugyanis a beruházáshoz felvett hitel kamata, az az elnyert támogatási intenzitáson felül szintén támogatásként igényelhető, abban az esetben, hogyha ezzel nem lépjük át a 65%-ot. Tehát egy fiatal gazda esetében, aki már alapból eléri a 65%-ot, ott ez nem áll rendelkezésre, de mondjuk egy társas vállalkozás kapcsán, ahol ugye nyilvánvalóan nem tud mondjuk fiatal gazda státuszt produkálni, ott van lehetőség arra, hogy az 50%-on túl kvázi ingyen hitelt elérve a kamat terheket a BP-ből le tudja hívni. Szintén a finanszírozási lehetőségeket fogja segíteni az, hogy előleg igénylésére is lesz lehetőség, és a korábbiaktól eltérve nem csak elméletileg, mert korábban is volt erre lehetőség, hanem a gyakorlatban is. Ugye korábban az volt a gyakorlat, hogyha valaki be tudta mutatni, hogy neki van annyi pénze, mint amennyit előlegként fel akar venni, akkor adtak neki előleget. De ez nem volt túl népszerű programrész. Most azonban jóval könnyebb lesz előleghez jutni. Az ökölszabály az, hogy az elnyert pályázatnak a 25%-a előlegként lehívható lesz. Nyilván nem a végtelenségig, körülbelül egy ilyen 500 millió forintos felső limit lesz. Ferban államtitkár azt mondta, hogy szeretnének egy felső határt húzni, hogy azért annyi pénzt ne adjanak senkinek, hogy mondjuk egy Kajmán-szigeteki életük végéig szóló nyaralásra benevezzen a megkapott előleggel, hanem valóban azt a célt szolgálja, hogy a beruházások megvalósítását próbáljuk meg könnyíteni vele. És azt mondom, hogy adminisztratív könnyítésre van jelentősége, hogy a bázisrészszám tartási kötelezettség is megszűnik. Tehát, hogyha valaki egy beruházás előtt X fővel vitte a vállalkozását, akkor az nem elvárás, hogy a beruházás végén vagy azután is ugyanezzel a létszámon működjön. A mai munkaerőpiaci körülmények között az egyrészt nem reális elvárás, a másik oldalon meg sok esetben azért hajtunk még a beruházást, hogy munkaerőt váltsunk ki vele, hogy hatékonyabbak, pontosabbak tudjunk lenni. Pályázatokról dióhéjben ennyit, és néhány gondolatot egy kicsit az európai helyzetről, de nyilván az is fontos számunkra, sőt, azt gondolom, ha valakinek fontos, nekünk fontos, hisz az Európai Uniós szinten meghozott döntések, ha van olyan ágazat, amelyet nagyon érint, akkor a mi ágazatunk az egyértelműen ilyen. Tehát nekünk a napi gyakorlat szintjén tud fájni, hogyha Brüsszelben valami őrültséget álmodnak, és mostanában is sikerül nem egyszer ilyen sötétzöldeket álmodniuk, amiket aztán utána nekünk kell elszenvedni. A gazdatüntetések, amik Európában zajlanak, én azt gondolom, hogy elég jól visszatükrözik azt, hogy az a politika, amit az előző, és a most még éppen regnáló mandátum a végén járó parlament, illetve bizottság vitt, tehát ez a politikai zsákutca. Erre nem lehet tovább menni, mert ez a gazdák teljes ellehetetlenüléséhez fog vezetni. Itt a gazdaellenes hangulatkeltés az szinte napi gyakorlat szintjévé vált, és így a termelés ellehetetlenítését szinte kifogyhatatlan ötlet halmazza próbálták elérni. Ugye ennek az egyik ilyen jelképe az úgynevezett Green Deal, vagy magyarul zöld megállapodás, ami ugye már azzal indult, hogy a neve is egy hazugság, mert ez nem egy megállapodás, mert senkivel nem állapodtak meg, ez néhány zöld szervezet hozta a tető alá, és bizony az viszont már az európai döntéshozatalnak a szégyene, hogy egy ilyen jelentőségi dokumentumot úgy
fogadtak el, hogy nem készült ezzel kapcsolatban hatástanulmány. Tehát igazából fogalmuk nem volt, hogy ez a döntés ez milyen következményekkel fog járni. Vagy egyébként józan észre végig gondolva azért lehet egy sejteni, hogy ennek következményei lesznek, és ami ami a döbbenet, hogy az első hatástanulmány nem is Európában készítették el, az Egyesült Államok Agrárminisztériuma, az USDA volt az, amelyik az első hatástanulmányt nyilvánosságra hozta, és hát senkit nem lepett meg, aki azt gondolom józan paraszt észre gondolkodik, hogy abban leírták feketén-fehéren, hogy ennek az úgynevezett Green Dealnek az lesz a következménye, hogy az európai export lehetőségek szűkülni fognak, bizonyos termékekből importra fogunk szorulni, a termelésünk visszaesik, az önköltségünk emelkedni fog, és nagyon sok gazdálkodó abba fogja hagyni ezt a tevékenységet. Ezt leírták. Utána néhány európai egyetem is ugyanerre a következtetésre jutott. Innentől kezdve azért el kell gondolkodni azon, hogy milyen érdekek mentén hozzák meg ezeket a döntéseket. Ugye ennek a programnak egy fontos része volt, hogy csökkenteni kell a felére a növényvédőszer felhasználást. Az már egyébként önmagában vicc volt, hogy úgy gondolták, hogy a hollandoknak is a felére kell csökkenteni, meg nekünk is. Tehát a hollandok a felére csökkentik, még akkor is háromszor annyit használnak fel, mint mi most. Tehát ez is egy döbbenetes logika mentén alakult program volt, de elnézést, de maga az elv is egy őrültség, hát senki nem azért permetezve van plusz pénze, amit kifröcsköljön a határba, hanem azért, mert valamilyen célt akar azzal elérni. És az, hogy a növényvédőszereket vonják ki, egyébként sok esetben már nincs mivel dolgozzunk, lassan már csak a szentelt víz van, amivel kezeljük a növényeket, de hát azért nem biztos, hogy erre kell minden esetben hagyatkozni. Az állattenyésztők megzárása egy külön sort érdemel, tehát ők úgy gondolják, hogy az állattenyésztés a szinte most már önmagában felelős a teljes klímaváltozásért, és abszolút állattartás, le is kell számolni vele. Egyébként a holland vidékfejlesztési programban ezt így megpróbálják apró pénzre váltani, ott az állattenyésztés kapcsán olyan pályázati kiírások vannak, hogy a gazdáknak azért adnak pénzt, hogy hagyják abba az állattenyésztést, és soha többet ne is csináljanak ilyet. Tehát erre adnak pénzt nekik. Tehát ott teljesen más a hozzáállás a gazdálkodókhoz, alapvetően az a cél, hogy szűnjön meg úgy általában az állattenyésztés. És hogy azért nem maradjon az ember fehérje nélkül, ugye itt ajánlatják nekünk a laborhúst, a rovarfehérjét, meg még a Jóisten tudja, mivel állnak elő, ami én úgy gondolom az európai kulturális közegben egy teljesen abszurd felvetés. Nyilván én nem gátolok meg senkit abban, hogy ilyeneket tegyen, de én nem gondolom, hogy ezt kell általánosan népszerűsíteni. Tehát nem véletlen tehát, hogy forrong a teljes európai gazdatársadalom. Most már ott tartunk, hogy könnyű felsorolni azokat az országokat, ahol nem volt demonstráció. Többségében volt, még a nem túl haragos természetű svájci gazdákat is végrehajtották azt a bravúrt, hogy demonstrációra ösztökélték. Egyébként rendkívül sikeresen egy csapatba toborozták össze az európai gazdákat. Milyen kár, hogy pont a programjuk ellen sikerült ezt, mennyivel szebb politikai teljesítmény lett volna, hogyha a politikai programjuk mellett tudtak volna ilyen egységet létrehozni. És ugye mi az első között demonstráltunk, akkor még ennek nem volt ekkora visszhangja. Ugye itt az Ukrajna felől érkező árudömping az minket ütött meg először, mondjuk így a frontországokat, hiszen a meghatározás most már ilyen köznyelvi formulává lett. Tehát azokat az országokat, akiknek közvetlen határkapcsolatuk van Ukrajnával, mert bizony az Ukrajna politika is meglehetősen rosszul sikeredett az Unió részéről. És hát mi éreztük először, hogy itt a lehetetlen küldetés az, amivel nekünk meg kellene birkózni, hisz olyan áron érkezik az ukrán élelmiszer, gabona, baromfi, tojás, és még lehetne sorolni, amivel mi nem tudunk versenyezni, mert ránk olyan szabályok vonatkoznak, hogy mi nem tudunk ilyen olcsón előállítani, a mi költségszerkezetünk nem tud pont az Európai Unió szabályoknak köszönhetően olyan alacsony lenni, mint amilyen az övüké. Ugye akkor még egy kicsit olyan együttérzően, de kellő távolságtartással figyelték a nyugati gazdatársak a mi kínlódásunkat, aztán ezért lassan változott a helyzet. Mindemellett én azt gondolom, hogy mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a kormánnyal mi képesek vagyunk normálisan
kommunikálni, és amikor elmondjuk a problémáinkat, akkor igyekszik a kormányzat azt megérteni, és arra érdemben reagálni, nem mondjuk a németeknél, ahogy nem is nagyon lehet mást várni egy zöld párti vegetáriánus agrárminisztertől. Tehát ott nyilván ő teljesen más személyen keresztül nézi a világot. Aztán ugye voltunk újra az Áhonyban idén is, február 9-én, annak ugye elég konkrét oka volt, annak az volt a kiváltó oka, hogy ugye lejár bizonyos, tehát évente meg kell újítani az uniós jog szerint az Ukrajnának nyújtott kereskedelmi kedvezményt. Ugye ami azt jelenti, hogy hozhatod bármit, bármennyi, bármekkora volumenben. És ugye amikor arról volt a beszélgetésünk, akkor meg lehet-e ezt egy újabb évvel hosszabbítani, hogy az Európai Bizottság az ukránokkal egyeztettek, az érintettekkel nem, tehát ez önmagában már figyelmeztető jel volt. Arra meg az elhatározásra jutottak, hogy minden további nélkül meg lehet hosszabbítani ezt a kereskedelmi kedvezményt, amit az ukránok kapnak, mert hogy, tessenek figyelni, megszűntek a piaci anomáliák. Érték? Tehát most már újra jó ára van mindennek, hogy könnyű is eladni. Tehát ezt volt pofájuk bejelenteni, hogy megszűntek a piaci turbulenciák, úgyhogy nem is értik, hogy mi miért kekeckedünk, de egyébként is most már nem nyakló nélkül lehet behozni, hanem lesz egy bizonyos szint, amit hogyha meghaladnak, akkor újra kell vámot fizetni. Igen ám, de a javaslat az az volt, hogy a 22-23-as behozatal szintjét, amennyiben meghaladja, akkor kell ilyet fizetni. Hát annál fizikailag nem lehet többet behozni, mint amit tavaly meg tavaly előtt behoztak. Tehát ez egy cinikus válasz volt. Ez persze le lehet írni egy papírra, egy levél válaszban, hogy igenis mi mindent megteszünk a gazdákért, mert például bizonyos felső korlátot állítottunk. Ez egy politikai blabla volt, és azt gondoltuk, hogy na, ezt valamilyen formában jelezni kell, hogy ezt a cinikus hozzáállást ezt nem toleráljuk. Ezért mentünk február 9-én számomra, és köszönöm, aki egyébként elkísért oda bennünket. Aztán a visegrádi országok szintjén is szerveződő demonstráció, és szóba került egyébként egy összeurópai demonstráció is, de az igazság, hogy itt arra jutottunk végül, hogy tavasszal nem kéne demonstrációkat szervezni, mert szerintem a gazdálkodók többsége inkább a saját gazdaságával van inkább ilyenkor már elfoglalva. Ukrajna tehát úgy kap jogokat, hogy semmilyen kötelezettsége nincsen, ennél még az is jobb, ha valaki uniós tag, mert ott legalább számon lehet kérni, rajtuk semmit nem kérnek számon, ők használhatnak GMO-s vetőmagokat, ők használhatnak olyan növényvédőszereket, amiknek mi ma a nevét is elfelejtettük, de persze nagyon olcsó és rendkívül hatékony, és ugye nyilvánvaló ott azért egyrésztről a termőhelyi adottságok, az ugye híres az ukrán termőföld minősége, meg ugye a mérethatékonysági előnyök is azért tetten érhetőek, viszont azért nem ritka a pár százezer hektáros gazdaság, amit azért mérethatékonyság oldaláról nem könnyű, nem nehéz kitalálni, hogy egyszerűbb jól menedzselni. És hát azt látjuk, hogy alapvetően a brüsszeli bürokraták azok nagy ívről tesznek arra, hogy mit gondolunk és mivel kínlódunk, és amikor próbáljuk megérteni, hogy ezek a döntések miért születnek, akkor az ember először azt gondolja, hogy dilettánsok, tehát hogy egész egyszerűen buták, nem értik a világot. Az a rossz irányban, hogy a fenét nem értik. Tehát ezek rendkívül okos emberek, de akkor miért csinálják ezt? És akkor így érdemes elemezni, hogy kinek segítünk és miért. Ugye az ukrajnai belső fogyasztást, azt javarészt az ukrajnai kis parasztok biztosítják, és az exportot azt ezek a gigacégek menedzselik. Tehát ezek a vállalkozások, ezek valóban adott esetben meghaladják a 500 000 hektárt is a legnagyobbak. Ezeknek, ha megnézzük a tulajdonosi szerkezetét, akkor azt látjuk, hogy a 10 legnagyobb ukrán mezőgazdasági vállalatból 9 az nem Ukrajnában van beegyezve. Tehát azok nem ukrán cégek. És ezeknek a vállalkozásoknak a tulajdonosi szerkezetét, hogyha már amennyire ezekben az offshore rendszerekben nyomon lehet követni,
akkor azt látjuk, hogy a norvég királyi család alapjától elkezdve az amerikai nyugdíj alapokig itt minden van. Tehát jellemzően nyugati tőkés befektetések azok, akik birtokolják ezeket a vállalkozásokat, és egyébként ez egy nagy-nagy fájdalma, megjegyzem az ukránoknak is. Egy ukrán szerző tollából olvastam nem is olyan régen egy feljegyzést arról, hogy ők ezt hogy élik meg. Ők ezt teljesen bele vannak betegedve, egyébként teljesen megértem, hogy ők úgy gondolták, hogy a termőföld, ami nekik rendelkezésre áll, az a saját országuknak az egyik kitörési pontja lehet. És ugye most ugye a Majdan téli tüntetés után egész egyszerűen az úgy kormányra került nyugatról támogatott politikai elitet rákényszerítették arra, hogy kezdjék el eladni ezt a föld tömeget. Úgyhogy több millió hektár termőföldet adtak el jellemzően ezeknek a vállalkozásoknak. És hát ezt nyilván ukránként valószínűleg rosszul éli meg a többség, nyilván nem az, akinek jutott belőle, de a többség az úgy érzi, hogy a jövőt az államosították el. Itt tartunk ha megvizsgáljuk az ukrán termelési szerkezetet, akkor körülbelül ezt látjuk magunk előtt, és azért ez okot ad arra, hogy következtessünk bizonyos lobby folyamatokra, hogy ezeknek a vállalkozásoknak, akiknek ugye nyugati tőkealapok a tulajdonosai, igyekeznek olyan helyzetet előállítani, hogy az ott megtermelt élelmiszert az képesek legyenek értékesíteni valahol. Na most azok a döntések, amik Brüsszelben születtek, azok rendkívül érthetetlenek, ha fogalmazzak így. Tehát sikerült abban a helyzetben hozni, hogy Oroszország nem hogy importra szorul Európából, hanem eljutottunk oda, hogy Oroszország szinte minden jelentősebb élelmiszeripari termékből exportálni fog. Gabonában az a helyzet, hogy 11-12 év alatt eljutottak oda, hogy import pozícióból most egész egyszerűen elárasztják a világot. És mivel nekik a mezőgazdaság az nem egy jövedelemtermelő ágazat, ezt egyébként a Putyin egy helyen le is nyilatkozta, hogy ők azért álltak neki fejleszteni a saját gazdaságukat, mert az Európai Unió azzal revolverezte őket, hogy nem kaptok tőlük élelmiszert. Ezért ők belekényszerültek abba, hogy akkor jó, akkor nekünk kell ezt előállítani, és nekiálltak egy majdnem 15 éves fejlesztési programnak, amit egyébként idő előtt befejeztek. És most ott tartunk, hogy az oroszoknak 64 millió hektár termőterületük van, és van még 24 millió hektár, amiben még eke nem lett éve. És az a helyzet, hogyha a globális felmelegedés, amivel mi küzdünk, az tovább folytatódik, akkor mindenki képzelje el maga elé Oroszországot a térképen, és gondolja végig, hogy mondjuk 50 kilométerre feljebb csúszik az a terület, ahol mondjuk buzát lehet termelni, az hány hektár fog jelenteni Oroszországban. Kamcsatkától a Baltikumig. Tehát óriási tartalékaik vannak, és mivel az oroszoknál a gabona ágazat az nem a jövedelemtermelő ágazatok közé tartozik, politikai eszközként használják. Egyértelműen tetten érhető az, hogy az ukránokat az volt a céljuk, hogy az összes piacukról kiszorítsák. Ingyér is adták a gabonát az afrikai térségben az oroszok. Akár ellentételezés nélkül. Nyilvánvalóan kettős célt értek el ezzel. Egyrészt az ukránokat kiszorították a tradicionális piacaikról, a másik oldalon meg politikai befolyást szereztek azokban az országokban, ahol ingyen vittek gabonát. De most is adnak el 100 eurós tonna áron bárkinek, szinte a világon gabonát. És még egyszer mondom, nekik ez nem jövedelemtermelő ágazat. Őnekik az energia az, ami érdekes. És gondoljuk el, hogy ott, ahol a kőolaj meg a földgáz végtelen mennyiségben rendelkezésre áll, mennyire adják a műtrágyát. Nem 100.000 forintért, szerintem 10.000 forintért, hogyha forintra számoljuk. Tehát egész egyszerűen azt jelentsük ki, az oroszoknál olcsóbban senki nem tud most gabonát előállítani a világon. Úgyhogy egyébként a termés átlagunk 1,9 tonna per hektár most. Tehát, hogyha itt, ha csak egy kicsit is javulnak, az még egy jelentős lökés lesz a kínálat oldalán. Úgyhogy az ukránok kiszorultak a piacaikról, és megpróbálnak helyet keresni a termékeiknek. Az európai
Unió pedig volt annyira dilettáns, hogy segítsük az ukránokat alapon, inkább beengedte az Európai Unió ezeket a termékeket, azt sem érdekelte őket, hogy ezzel egyébként a saját mezőgazdaságát teszi tönkre az Unió. És ezért van itt, és azért kezdtek el tüntetni a francia gazdák is, mert amikor elindult újra a fekete-tengeri kereskedelem, akkor oda jutottunk, hogy a kimenő gabona ugye ott volt már a kikötőben, de hova menjen? Hát hova ment? Ment a spanyolokhoz, ment a franciákhoz, ment a hollandokhoz, meg ment a skandináv területekre. Ugye a francia gazdák azzal találkoztak, hogy a spanyol állattenyészték, akik évtizedeken keresztül megvették a gabonájukat, most nem tartanak igényt rá, mert hozzájutnak az olcsóbb ukránhoz. És akkor hoppá, hát kiderült, hogy ez nem is olyan nagy marhaság, amit itt a keleti részeken a gazdák mondanak az unión belül, mert tényleg itt van az ukrán gabona a nyakunkon. Úgyhogy a tüntetések egyik kiváltó oka ez volt, hogy bizony ők is szembesültek azzal, hogy elér hozzájuk, elér az ő térségükbe, az ő piacaikra is, ami Ukrajnában előállításra kerül. És akkor még egy záró gondolatkör arról, hogy mi történik most. Ugye azt látjuk, hogy az Európai Bizottság most próbál, ugye a tanács nemrégiben fogadta el azokat az enyhítéseket, amelyeket a bizottság tett, ugye kezdenek visszapozni. Ugye félnek attól, hogy az az álmokutás, amit csináltak, annak politikai következménye lesz. Tehát azért az elgondolkodtatta őket, hogy az európai gazdatársadalom szinte egészen forrong, már mindenhol gazdatüntetések vannak, és tehát az emberek többsége is felteszi azt a kérdést, hogy hogy van az, hogy itt mindenhol tüntetnek? Tehát itt tényleg gond lehet, hogyha most már nincs olyan térség, ahol a gazdálkodók ne zúgolódnának, és hogyha az emberek megértik azt, hogy egy ilyen versenyhelyzetbe állítják bele az európai gazdatársadalmat, annak szörnyű következményei lehetnek. És nyilván nem csak a termelők oldaláról, hanem egy fogyasztó szemével nézve is, azért az egy teljesen más világ, amikor úgy tud bemenni a boltba, hogy magabiztossá levehet bármit a polcról, mert meggyőződéssel vallja azt, hogy az a termék az egy nyomókövetett, az egy biztonságos körülmények között előállított élelmiszer, és mindenféle lelki trauma nélkül oda teszem a gyerekem tányérjára. Na most, ha itt a nyomókövetés meg a szabályok betartása fellazul, és beszéljünk egyébként Brazíliáról is, ne csak Ukrajnát citáljuk ide, ott is teljesen mások a körülmények. Ugyanakkor ugye egy vicces történet, hogy amikor Ukrajnából az első napraforgó szállítmányok ugye dömpingszerűen megérkeztek, az egyik felvásárló mondta nekik, hogy akkor kellene ISTC papír a napraforgóhoz, ugye kikerekedett szemmel mondták, hogy ők azt nem tudják, hogy micsoda, de másnapra szereztek olyat, tehát hogy így pillanatokat megoldották a nyomonkövetést egynapos határidővel. Hát, tehát az ukrán hatóságok minden bármilyen papírt ki fognak állítani, tehát és azt gondolom, hogy az Európai Uniós logikával ők el sem tudják képzelni azt, hogy ott mondjuk egy hivatal hogy működik, hogy ott a korrupció milyen mértékű, tehát ott állami szervezeti szinten az, hogy működik. Tehát most próbálnak a bizottsági szinten ebből visszakozni, ugye most már nem kell növényvédőszert a felére csökkenteni, ugye az üvegházhatások gázkibocsátásból is lejjebb lehet majd faragni, ott sem olyan ambiciózusak az elképzelések, és ugye most megkérték a tagállamokat, hogy tegyenek javaslatokat, ugye mi is adtunk több tucat ilyen javaslatot, hogy mivel kellene módosítani a stratégiai tervet, vagy akár az alapdokumentumokat, és majd április 22-én szavaz a parlament arról, hogy ez el lesz-e fogadva, és úgy gondolom egyébként, hogy jó eséllyel el is lesz fogadva. Mert ismétlem magam, félnek attól, hogy politikai következménye lesz az álmokfutásuknak. De aztán legyen mindenki tisztán, hogy ez egy parasztvakítás a szó szoros értelmében. Ez egy parasztvakítás, mert ezt nem gondolják komolyan. Ezeket a dolgokat, amiket művelnek, ezt sem nem meggyőződésből csinálják, hanem azért csinálják, mert érzik, hogy majd, ha újra hatalomra kerülnek, és csökkentik a gazdákban a feszültséget, csökkentik a politikai aktivitásnak a szintjét, akkor újra pozícióba juthatnak, újra elkezdhetik azt az álmokfutást, amit eddig csináltak, tehát mindenki legyen egészen biztos benne, hogy ugyanez a banda, ugyanez a logika szerint fog gondolkodni. Tehát egy 5 éves ciklust, ha vizsgálunk, akkor ne azt nézzük, hogy az utolsó 2 hónapban kényszer hatására mit műveltek, hanem az előző 4,5 évben milyen logika szerint működtek, és milyen döntéseket hoztak.
Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy kampányfogás, és ennek a sötétzöld őrületnek gátat kell szabni. Ezért arra biztatom önöket, hogy menjenek el majd a választásokra, ugye június 9-én mind a helyhatósági választáson, hisz az is fontos, hogy a saját településünkön gazdabarát önkormányzatok legyenek, de az Európai Unió szintén is van jelentősége annak, hogy az Európai Parlamentben ki képviselni bennünket, milyen logika szerint gondolkodnak, és hogy melyik politikai tábor jut többségbe.